Én vagyok a pénz. Remek, majd beosztom. Az államkincstár támogatja a részvételét a versenyen. Vesper. Remélem nem áll szóba a szüleivel. Köszönöm. A főnöke ügyesen csinálja. Még soha nem biztosítottunk ennyi pénzt ilyen gyorsan. Ilyen szép csomagolásban. Megtudhatom, hol a pénz? 10 milliót már átutaltak a montenegrói számlájára. És 5 millió kreditje van, ha úgy ítélem meg, hogy megtérül a befektetés. Bizonyára ön is tisztában van vele, ha veszi itt. A kormány közvetlenül a terroristákat pénzeli. Mit tegyek? Tehát minden a játékoson és az esélyeken múlik. Én meg azt hittem a szerencsén. Ha abból indulunk ki, hogy a legjobb leosztás nyer. Nem ezt nevezik bluffnek? Na hát, szakértő. Akkor tudja, hogy nem alapokat kell figyelni, hanem mindig az arcokat. Maga előtt nincs titok? Nincs. Hiába igyekszik, maga sem tudja eltitkolni, mennyire ellenszenvesnek tart. Meggyőzött, jó kezekben lesz a pénz. Az az érzésem, nem rajong a tervért. Ez lenne a terv? Több millió dollárt és több száz életet teszünk fel szerencsejátékra. Ön nem így látja, Mr. Bond? Úgy látom, Miss Lind. Önnek teher a szépsége. Az a rögeszméje, hogy nem veszik komolyan. Mint minden csinos nőnek, akibe szorult egy kis értelem. Igaz, de ezt úgy kompenzálja, hogy kissé férfiasan öltözködik, és sokkal rámenősebb a kolléganőinél. Ezért nem kimondottan rajonganak önért. És ami a legfurcsább, pont ezért nem kedvelik önt, és nem ismerik el a tehetségét férfi főnökei, hiszen a bizonytalanságát pimasságnak vélik. Kezdetben arra tippeltem, hogy egy-ke gyerek volt, de nem reagált, amikor a szüleit szóba hoztam. Így inkább bárba lehetett. Maga jön. Az öltönyéből ítélve az Oxfordra járhatott. Jó ízlésű ember, ma már nem vesz fel ilyet. De maga büszkén viseli. Úgy gondolom, szegény családból származik, és erre az iskolatársai gyakran emlékeztették. Vagyis jótékonyságból fizette valaki a tanítatását. Ezért a bizonyítási kényszer. És mivel szinte azonnal rávágta, hogy árva voltam, szerintem maga is az. Eltaláltam? Ennyit a póker arcról. Így már minden világos. Az MI6 nehéz sorsú fiatal fiúkat keres, akik készek bármire azért, hogy megvédjék hazájukat és a királynőt. Tudja, nőfaló ex-kommandósok, akik drága karórával villognak. Rolex? Omega. Szép darab. Még csak most ismerkedünk. Ezért nem jelenteném ki, hogy egy érzéketlen tuskó. Csak bátran. De abban egész biztos vagyok, hogy a nőket nem tartja sokra, mert egy beképzelt macsó őskövület. Hidegen hagy a sármia, Mr. Bond. Rajta lesz a szemem a kormány pénzén, és a vadítóan szexi seggén. Észrevette? Egy könyvelőnek is van fantáziája. Milyen volt a kakas? Herélt. Nem jó omen. Viszlát, Mr. Bond. Viszlát, Miss Lind.